Még mielőtt elkezdenénk a közös videótanát, beszeretném jelenteni, hogy most kaptuk a hírt, hogy Magyarország összes Tescójába bekerült az Anettes Ancsás termék. Ilyen dobozba találhatjátok majd őket valahol a Tesco polcain. Kérhetitek már gyereknapi ajándéknak, mert a héten már tölti fel a polcot a videósbolt termékeivel, és remélem, minél több embernek örömet okoztunk ezekkel. Szerintem nagyon jól néznek ki dobozokban, meg alapból a minta is tök jól néz ki, mert szerintem sokkal jobb ez az új minta, mint az előző. Anettnek is tetszik, meg nekem is. Sokkal színesebb, és pont benne van a kettő kedvenc színünk is, meg minden. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy tetszenek nektek, majd lesétek meg a Tescóba. Még egyszer mondom, Magyarország összes Tescójába ott lesznek a polcokon. Keressétek majd meg mindenképpen. Na jó, kezdjük is a videót! Üdvözlök mindenkit, én Ancsó vagyok, és itt van velem Anett. Sziasztok! És ez egy ilyen, hogy is mondjuk, ilyen szerelem kvíz videó lenne, ami annyiból áll, hogy ebbe a kis bögrébe összeírtunk pár olyan dolgot, ami így a párkapcsolatunkhoz így kötődik, azaz szól, ilyen kérdéseket, és akkor így meg fogjuk válaszolni ezt így egymásnak, meg nektek nyilván. Igen, így jobban megismerjük a kapcsolatunkat legalább. Igen, meg így egymásét is, mert lehet, hogy van olyan dolog, amit így micsoda, nem is tudunk. Úgyhogy, Ante! Jaj, te hideg a pögrém! Te kezded! Hú, de ez ki. És úgy van, hogy mind a kettő, amit kihúz, azt a másiknak is nyilván el kell mondania. Legnagyobb veszekedés. Jó téma. Szerintem az mindkettőnknek ugyanaz, nem? Igen, szerintem minden kapcsolatban a legnagyobb veszekedés oka az a féltékenység. Szóval nekem is úgy volt. Igen. Féltékeny voltam. De meséld el először te. Hát igazából az úgy volt, hogy van egy lánybarátnője, akit már nagyon régóta ismer, és amikor összeértünk, akkor nem beszélt vele fél évig, aztán megint elkezdett vele beszélni, és nagyon kiakadtam, hogy ki ez, miért beszélsz vele, stb. stb. És akkor mondta, hogy már mióta ismeri, és hát lány vagyok, féltékeny vagyok, kiakadtam, és veszekedtünk. Igen, nekem is hasonló helyzet, hogy volt egy lány, és nem tetszett, hogy beszélgettek, és úgy kicsit bedurcíztam, de sosem vágtam így nagyon hozzá, hogy ha nem beszélsz, ha beszélsz még be, akkor elhagylak, meg ilyenek, szóval ilyen még sosem volt nyilván. De azért rosszul esett, hogy beszélgetett vele, meg ilyenek, most már szerencsére nem. Ja. Úgyhogy csak ez miatt kaptam vele egy kicsit össze, vagy hát ilyen kis vita. Szóval volt. Fiúk, figyeljetek a lányokra, mert könnyen féltékenyek vagyunk. Hát ez ilyen, hogyha szeretünk valakit, az csak a miénk. Amúgy az ő cuccuk van rajtunk, szóval így pont róluk van szó, és akkor felkaptunk egy dolgot, ami itt volt. Igen. Hol láttad meg először? Szerintem ez is mindkettőnknek ugyanaz. Ez az iskolában. Igen. Pont haverjaival volt, és akkor ott kiszúrtam ott. Nálunk pedig gólyaavató volt, és elmentem megnézni, és ott volt. És kiszúrtam ott a megbe. Új, de jó. Legmeghatóbb pillanat. Neked mi volt? Hát nekem a legmeghatóbb pillanat az volt, amikor még nem voltunk együtt, hanem már így randizgattunk, meg ugye kezdett alakulni a dolog, és akkor egyik nap hazakísért, és már épp hogy zártam be az ajtót, hogy elköszönjek tőle, és akkor még úgy odalépett elém, és akkor mondta ki először, hogy szeretlek, és annyira aranyos volt! Fankörcsi! Tudtam mit csinálni a helyzettel, és így tökre lefagytam, és csak így néztem. És mit válaszoltál? Nem válaszoltam akkor még. És elköszöntél, hogy akkor szia! Nem tudom. Szerintem utána csak így... Szia! És elmentem. Köszi! Akkor még ugye nem voltam annyira benne biztos, hogy én is szeretem, de utána jöttem rá. Nekem az volt, hogy már így ismerkedő fázis voltunk, de még nem voltunk együtt, szóval nagyon sokat együtt, olyan volt, mint hogy együtt lennénk, de mégse. Szóval azért nem volt így hivatalosan is kijelentve, hogy mi együtt vagyunk, és akkor egyik nap átjött hozzám,
és egy virág volt a kezébe, és mondta nekem, hogy olyasmi dolgot szeretne, mint egy lánykérés, szóval úgy akarja megkérdezni, hogy leszek-e a barátnője, mint hogyha azt kérdezni, hogy hozzá megyek-e, és pont áthozta a virágot, és én mondom, hogy úristen, virág, és elkezdte mondani, hogy hát ő rájött, hogy nem tud nélkülem élni, meg hogy nagyon szeret, és akkor így mondta nekem itt a szép dolgot, és így úristen, most meg kéri a kezed, de teljesen olyan volt, hogy Jézusom, még nem is vagyok a barátja, de bár a felesége leszek. Így ezek voltak bennem, és akkor így letérdelt előttem, és így Milán, ne siessük el azért, de ahogy letérdelt előttem, és akkor oda nyújtott a virágot, hogy leszek-e akkor a barátnő, és így én annyira lefagy, hogy igen, csütörtök. Kész a kaja. Szóval persze igen, mondod, teljesen olyan volt, mint egy lánykérés, úgyhogy én nagyon, ez a nagyon megható volt, és így majdnem elsírtam magam, és nagyon nem tudtam mit mondani, és így, de persze azonnal mondtam, hogy igen, de hogy így, úristen, szóval ez volt, igen. Na nézzük. Kedvenc közös képetek. Bevágjuk ide egymáshoz a kedvenc közös képünket velük. Az egyik legemlékezetesebb élményetek. Nekem talán az, amikor elmentünk együtt Hollandiába, szóval az volt nekünk az első nyaralásunk is, és sosem utaztam, hát egyszer utaztam repülővel a szüleimmel, de sosem utaztam így a szerelmemmel repülőn, és szerintem az volt a legjobb pillanat, mikor együtt utaztunk a repülőn, és mikor felszálltunk, így fogtuk egymás kezét, és együtt néztünk ki az ablakon. Szerintem az volt a legjobb, az a nyaralás, szóval az a utazás. Nekem az. Nekünk is hasonlóan egy utazás volt, ráadásul nemrégiben, ugye amikor egyévesek lettünk, akkor feljöttünk Budapestre, és az apukája hozott minket kocsival, és hátul ültünk, és olyan jó érzés volt, hogy végre nem egyedül kell zenét hallgatnom és unatkozom útközben, nem volt kivel beszélgetnem, meg fogtuk egész úton, azon a 3 órán keresztül a kezünket. Fogtuk a kezét, a sajátját tömegett. És volt olyan, hogy bealudtam, és még akkor sem engedtem a kezét, és olyan jó érzés nem volt. Nem iszottatok össze? Lehet. Közös kedvenc helyetek. Nekünk Zalaegerszegen van egy park, ahol szinte ott voltunk a legtöbbet, mielőtt összejöttünk, és az úgy megmaradt a kedvenc helyünknek, és néha visszaszoktunk menni, hogy mondják ezt a szót? Nosztalgiázni, igen, szóval az a kedvenc helyünk. Hát ha úgy vesszük, nekünk a Kopaszigát az egyik kedvenc, meg van egy kávézó, amit nagyon szeretünk mind a ketten, ő mutatta meg nekem, és akkor így ez meg van egy sushizó, és akkor így ez a 3 kedvenc hely van, de a legelső nyilván a Kopaszi. Első randi helyszín. Hát ugye nekünk akkor az a park volt, és mellette van egy játszótér, kicsit messzebb, és oda is elmentünk az első randin, és ott volt mindig egy bokor, és mindig amellé álltunk. De jó! És annyira szeretem azt a bokor. Mi először elmentünk a Kopaszigátra, és utána elmentünk a Margit-szigetre, szóval ez a kettő az első randevú helyünk. Szerelem volt első látásra? Nekem úgymond igen, vagyis hát nem tudom, hogy ez az, de szerintem igen, hogy megláttam, és rögtön megfájdult a gyomrom, meg ezek a pillanatok, hogy úristen, úristen! Szóval szerintem igen, én annak mondom, hogy szerelem első látásra. Nekem nem az volt, vagyis megláttam, megtetszett, mondtam, hogy jól néz ki, de hát ugye nem voltam benne biztos, hogy most így kell-e egy kapcsolat, vagy nem tudom. És akkor igazából, ahogy elkezdtünk beszélgetni, egyre jobban megismertem, és én így fokozatosan szerettem bele. Ez is olyan aranyos. Kedvenc beszélések. Ó, van sok. Régen én ilyen kb. 6-7 hónapig szívemnek hívtam, és most tértem át a bogyóra, nem tudom miért, de annyira aranyos, mert a Bence is olyan aranyos, és így egyszer csak elkezdtem ezt neki mondani, és most már annyira megszoktam, hogy mindig így hívom szinte. Bogyó. És szerintem olyan kis cuki, ő meg mindig babának hív. És annyira szeretem. Ez is tök aranyos. Hát nekünk sokáig nem volt becézésünk, mert egyszerűen
úgy gondoltuk, hogy majd ahogy jön. És akkor a Pomi jött, mert hogy Pop, mint ugye Polla, és akkor mi, mint Milán, és akkor Pomi. És akkor valahogy ez a Pomi szó megragadt, és mindkettőnknek nagyon tetszett. És akkor így elkezdtük pomizni egymást, és valahogy így megszoktuk, és így mindenhol ezt mondjuk, meg a Manó. Nézzük! Mi lenne, ha elveszítenéd? Úristen! Hoppá, el is szakítottam! Ja, nincs! Ilyen nincs! Soha! Bárkára vele! Ebben nagyon nehéz belegondolni szerintem mindkettőnknek. Volt már, hogy belegondolt, hogy mi lenne, ha nem lenne már. Tuti, hogy nagy depresszió érne. És olyan nagyon depressziós lennék, szerintem suliba sem mennék egy hétig legalább. Nagyon nehezen. Igen, ugye suliba ott vannak. És nagyon nehezen tudnám túltenni magam rajta, vagy éves. Elfogadni, hogy nincs. Szóval biztos, hogy nem lennék boldog talán egy évig. Főleg, hogy olyan érzés, hogy annyi helyre mentünk már együtt a barátunkkal, hogy olyan érzés, mintha már több éve együtt lennénk. Szóval igen, amúgy teljesen ez az érzésem bennünk, meg hogy szinte minden helyre emlékeztet. Úgyhogy nagyon nehéz lenne, hogy bárhol vennék, igen, itt is voltunk, és itt is, és így sétáltunk, és akkor igen. Szóval nagyon nehéz lenne nélkül, és én tényleg nem akarnám így elveszíteni, szóval főleg a lakásba például egy csomószor feljött ugye már hozzánk a barátunk, és konkrétan minden tárgymára emlékeztet. Igen, meg minden dolog így, ami itt van, az így együtt, és így szóval biztos, hogy nem tudnám elfogadni, meg nem hagynám, hogy szétmenjünk. Pont olvastál egy olyan viccet, hogy hogyan üldözzel egy fiút, és meg kell kérdezni tőle, hogy leszel a férjem, és csinálsz nekem gyereket, és akkor ma ott sincs. Igen, elkezdjük sorolni, hogy ilyen gyerek, olyan gyerek, blablabla. Ilyen, és akkor és már hallom, hogy csukódik az ajtó. Első alkalom, hogy sírtunk miattuk. Volt egy olyan időszak, amikor nagyon fáradékony voltam, sokat tanultam, dolgoztam, és így nagyon érzékeny lettem. És volt egyszerűen, hogy valamiben nem értett egyet velem, és nem gondolta, hogy nekem abban igazam van, és akkor rosszul esett az, és akkor sírtam, hogy hát de, hogy elegem van mindenből, nem is igazából csak miatta, hanem akkor így minden föl jelent bennem, és akkor sírtam. Igen. Vagy akkor rögtön így eszembe jutott minden, hogy akkor elveszíthetem, meg hogy nem értünk egyet, pedig ez csak egyszer volt, hogy egy dologban nem értettünk egyet, meg minden, és akkor minden így följött. És hogy igaztalt meg? Fú, hát az a baj, hogy ez először volt, messengerem volt, ez a nem értek egyet dolog, és ugye akkor nagyon veszekedtünk, és utána messengeren nem jó veszekedni. Nem, és pont dedikálásom volt. Szóval ugye pont dedikáltunk közben. Na, azt meséltem, pont dedikáltunk közben, és akkor közben meg ugye vitáztam, és nagyon rossz volt, de nyilván próbáltam jobban figyelni a nézőkre, meg minden, és akkor, hogy happy, meg ilyenek, szóval próbáltam ugye ezzel foglalkozni, és elnyomni ezt a rossz dolgot, olyan rossz érzés volt hazamenni, mert ugye egyedül aludtam, meg ilyenek. Aludtam volna, mert hogy utána följött hozzám a Milán, és akkor mondta, hogy hát akkor inkább beszéljük meg, és lemondta az apjával a találkozóját, meg minden, és akkor inkább nem otthon aludt, hanem aznap nálam, hogy akkor beszéljük meg inkább, meg minden, és akkor meg is beszéltük. De aranyom. Szóval aztán jó volt, mert tényleg nagyon rossz volt mind a kettőnknek, hogy így összekaptunk, és pont Zalaegerszegen voltunk, azt hiszem. Nem is tudom. Szóval messze is voltunk, igen. Nekünk pedig pont nála voltunk, azt hiszem, és már arra sajnos nem emlékszem, hogy mind vesztünk össze, de valamivel szerintem nagyon megbántott. És ott hagyott az ágyán, én ott úgy ültem, és ő meg leült a géphez, és akkor így elkezdtem sírni, hogy most miért hagyott itt meg minden. És akkor mondtam, hogy így 10 percig kávé ott ültem, mindketten kusba ültünk egymástól tök távol, és akkor mondom, hogy jó, mát, akkor én hazamegyek, és elkezdtem készülődni, és akkor fölkelt a székről, és így elindult felém, meg így már abba is hagytam az öltözést, meg minden, ilyen húztam fel az okném, és így megálltam, hogy Jézusom. És akkor így átölelt, és ő is elkezdett sírni, és bocsánatot kért, és olyan aranyos volt. És akkor együtt sírtunk. Sírtak együtt a semmiért. Körülbelül amúgy, de ez nagyon cuki. Én sokszor sírok amúgy. Ilyen hülyeségeken is képes vagyok sírni. Igen, mert túl gondolod, tudod, és akkor hirtelen kicsit érzékenyebb vagy. Egyszer azon elsírtam magam este, hogy elgondolkoztam, hogy milyen sok ideje együtt vagyunk, és hogy mennyire szeretem, meg ilyenek, az örömkönnyek, azok nekem is nagyon sokszor vannak, hogy így ránézek, és így
elbőgöm magam. Volt olyan, hogy izé ránéztem, és csak elkezdtem is kérdezni, mi a baj, mondom, annyira szeretlek. Ekkor mindjárt sírok most is. Igen, szóval ilyen már volt amúgy. Első ajándék tőlük. Ezt is bevágjuk ide. Mind a kettőnek azt hiszem rózsa volt. Igen, nekem a 2017-es szülinapomra adott egy rózsát, és még a két rózsaszálat, ugye? És az egyik barátjával az erkélyünk alá az aszfaltra odaírta ilyen óriási gyerekkrétával, tudjátok, hogy szeretünk Anett is. Olyan aranyos volt. És ennyi lett volna ez a videó. Nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek, és reméljük, hogy tetszett nektek ez a kis sztorizgatós, kis szerelmes vidik, mert ilyen nem mindig van, hogy mind a kettők boldog. Szóval, hogy nem mindig van az, hogy pont mind a kettőnk rátalált így majdnem hasonló időbe az igaz szerelemre. És hát most úgy érezzük, most szóval most így írják kommentet, hogy de hát csak 17 évesek vagytok, még úgy is lesz. Most így érezzük. Esetekben vannak, amikor nagyon fiatal kortól még mindig együtt vannak ilyen ötletek. Igen, és hát reménykedni lehet meg most élni a jelenben és örülni, hogy vannak. Nem lehetetlen. Csak minden lehetséges, igen. Szóval két embertől függ, úgyhogy majd kiderül. Jó, lehet, hogy most az előző kapcsolatunknál mégse volt örök, pedig úgy gondoltuk, hogy örök lesz, de aztán ki tudja, hogy mondjuk ez a kapcsolat milyen lesz. Senki szóval se lát a jövőbe. Bármi történhet. Még egyszer köszönjük, hogy megnéztétek, ha tetszettek, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és majd a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Anett és Ancsás termékek már kaphatóak a videósbolt.hu és az mcshop.hu weboldalon. Link a leírásban. Csekkoljátok!